Ferenc pápa ezt a mai vasárnapot az Isten igéinek a vasárnapjának nevezte. Azelőtt a Szentírás vasárnapja volt, ami szeptember utolsó vasárnapján tartottunk, Szent Jeromoshoz kötődően. Mit is jelent számunkra az Isten igéje, a Szentírás? A keresztények számára a legfontosabb könyv, mert az Isten üzenetét, az Isten szavát tartalmazza számunkra. A keresztényeket az Új és az Új Szövetség összeköti, mert mindannyian látjuk benne azt, hogy az Isten az, az igaz Isten az, aki megszólít bennünket, és nap mint nap szólni akar hozzánk. Ugyanakkor, amikor a Szentírásról beszélünk, akkor azt is mondjuk, hogy az Istennek a kinyilatkoztatása, vagyis az Isten, amit nekünk mondani akar, amit az Isten föltárt az emberiség életében, az mind-mind írott formában megvan számunkra. Ezért valóban nekünk keresztényeknek, Krisztus követőknek az a legfontosabb, hogy meghalljuk az Istennek a szavát, amit az Isten mondani akar nekem, amit az Isten kér tőlem. És fontos, hogy az Istennek az igéjét, az Istennek a szavát valóban forgassuk a szívünkbe. Ugyanúgy, mint ahogyan a szűzanya szívében hordozta Jézusnak a szavait, szívében forgatta, és valójában meg is valósította a cselekedetei által, amit az Isten kér tőlünk. Tehát akkor, amikor mi keressük az Istent, amikor az Istennel találkozni akarunk, akkor elsődleges formában az ő szaván keresztül tudjuk ezt megtenni. Az Isten szól hozzánk. Persze jó, hogyha a fülünk nyitva van, és valóban meg akarjuk hallani azt, amit az Isten mondani akar nekünk. Mert be lehet dugni a fülünket, és akkor valószínűleg keveset fogunk belőle hallani, vagy akkor, amikor az ember restül hal, akkor bizony eléggé nehéz meghallani azt, amit az Isten mondani akar nekem. De van olyan is, amikor az ember, ahogyan mondjuk a közmondással, egyik fülén bemegy, a másikon meg kiengedi. Tehát kérdés az, hogy mi hogyan is vagyunk az Istennek a szavával. Akarjuk-e meghallani, vagy elzárjuk magunkat előtte? Akarjuk-e jól érteni, amit az Isten mond nekünk? Vagy az egyik fülünkön beengedjük, a másikon meg kiengedjük? Tehát valójában meghalljuk az igét, de aztán nem következik belőle élő tett, nincs igazi Krisztus követés. Ugyanakkor a Szentírásról, amikor beszélünk, azt is mondjuk, hogy sugalmazott írás, tehát, hogy a Szentlélek Úristen az, aki vezette a szent írókat, hogy tévedés mentesen írják le mindazt, amit az Isten mondani akar számunkra. És azt is fontos tudatosítani, amit az első vatikáni zsinat kimondott, hogy a Szentírás a hit dolgában tanít bennünket, a hit igazságait tárja föl előttünk, és nem természettudományos leírást akar adni. Ugye nagyon sokáig ez a két dolog összekeveredett, a tudomány és a Szentírás összhangban volt, vagy legalábbis így akarták tenni, de tudjuk, hogy a Szentírás nem természettudományi leírás. Tehát nem azt mondja el nekünk, hogy a világ hogyan működik, hanem elmondja a legfontosabbakat, hogy az Isten teremtette ezt a világot, és az Isten gondoskodik erről a világról. Tehát az Isten a Szentíráson keresztül arra vezet el bennünket, hogy hogyan jutunk el az üdvösségre, hogy az Isten mi az, amit tesz értünk, ahogyan az Isten az cselekedetein keresztül megmutatkozott Izrael történetében, vagy amit az Úr Jézus tanított, amit az Úr Jézus mondott és cselekedett, azt tárja elénk.
Tehát az Isten az üdvösségre, a mennyországi életbe akar bennünket elvezetni, és a Szentírás elsődlegesen ezt akarja számunkra közölni.